Köszöntöm kedves nézőinket! Természetesen mindig törekszünk arra, hogy magazin műsorunkban aktuális kérdésekkel foglalkozzunk, és ezeket az aktualitásokat mindig igyekszünk megindokolni. De vannak olyan témák, amelyekhez mindig bátran hozzá lehet nyúlni, hiszen soha nem veszítenek az időszerűségükből. Ilyen az ingatlanpiac és annak aktuális helyzete is, hiszen ez nem csak országosan, hanem helyben is nagyon meghatározó. Ezért gondoltunk arra, hogy erről a témáról és ennek érdekességeiről, háttérinformációiról beszélgetünk egy szakértő vendéggel, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, Marosvári László építészt, a GDN ingatlan iroda pécsi tulajdonosát. Hogyha beszéltünk már országos trendekről, itt a mi műsorainkban is, a híradóban is foglalkoztunk ezzel, de azt hiszem, hogy Pécset vagyunk egy pécsi műsorban, talán adjunk egy kis kitekintést, hogy milyen statisztikai adatok vannak, egyáltalán mi Pécsett az ingatlan helyzet? Jó. A KSH és a Nemzeti Bankból szeret információk alapján néhány érdekes adatot mondanék. Ugye Pécs lakossága most 145 ezer körül van. Ehhez párosul 72 ezer körüli lakóingatlan. Ezeknek az átlag négyzetméterre 67 négyzetméter statisztikák szerint. Érdekesség még, hogy a 72 ezer ingatlanból 10%-a nem lakott, tehát üresen áll, és 13%-a pedig bérbe van adva. Tehát ki van adva. Az 50 négyzetméternél kisebb lakások száma 20 ezer, és az 50 és 100 négyzetméter közöttieki pedig 50 ezer. Magyar sajátosság, hogy mindenki a saját ingatlanába szeret élni, tehát ez a bérlakás, ugye ez a bérlakás program nem nagyon működik, ami nyugaton már igen népszerű dolog, hogy nem biztos, hogy a saját ingatlanodba kell lakni, hanem bérled a dolgokat. Elnézést, de ez fakadhat esetleg abból a korábbi évek, évtizedek sajátosságából, vagy abból a világból, hogy azért az emberek szerették összegyűjteni a kis pénzt, hogy meglegyen a lakás, esetleg akkor már a kis nyaraló, stb., és akkor az legalább az enyém. Ez így van, egyértelmű, hogy az régi szociálvilágból megmaradt, igen, valamin van, akkor a foggalkörömmel ragaszkodom hozzá. A mai fiatalok már sokkal lazábbak, sokkal világiabbak, tehát bátran mennek albérletbe, és bevállalják azokat a dolgokat is. Egy nagyon-nagyon fontos megállapítás hangzott el több alkalommal most ilyen interjúkban, hogy egészen 2022-ig, tehát már a koronavírus járvány okozta válság, illetve a mostani energiaárrobbanás okozta válságot is túlélve, vagy pontosabban azzal megegyezően ért talán el egy nagyon magas szintre az árszínvonal, és minthogyha ha ez most beállna, vagy talán esetleg valamiért és valahogyan majd elkezdene csökkenni, ezt vissza lehet-e igazolni? Így van. Így van, a Covid utáni 2-3 évben nagyon ment az ingatlanpiac felfelé, ez durván 60-70-80%-ot is jelenthet. Tehát amikor 3 éve egy 20 milliós ingatlan, az ma már, hogyha felszorozod 60%-kal, az 32 milliót ér. Na de ez a tendencia tavaly úgy néz ki, hogy megállt. Hogy egy ingatlannak mi az ára, az sok tényező befolyásolja. Elsősorban a lokáció, hogy hol van, a város melyik területén, milyen közművekkel, milyen úthálózattal, milyen szociális létesítményekkel, boltok, posta, bár a posta már nem játszik, tehát az annyira nem érdekes, illetve az épület állapota, mikor építették, milyen szerkezetű, hőszigetelte, jó eltető, kicserélték-e nyilászárokat, van-e napelem esetleg, medence, ilyesmi, ezek mind-mind befolyásolják az ingatlanok árát. Pécsen a legnépszerűbb területek, a Szigeti út, Mecsekoldal, Bálics, Makár, Belváros, és még Uránt is ide sorolnánk, ami kevésbé preferált, az a keleti városrészt. Meszes, Szabolcs,
illetve a Patacsnak egy része. És Kertváros, csak azért, mert ugye ezt is lehetett hallani az előző évekből, hogy miközben sokan szívesen választottak ott, ugye lakást azért, mert ott még megmaradtak az árak, de ott is állítólag felzárkóztak, tehát ott is már egy panel lakásért is elkérnek elég szép összegeket. Így van, a panel ár Pécsen 465 ezer forint volt mondjuk tavaly, ami elég sok. Ott a panelnél is rengeteg mindentől függ, nyilászáró csere volt-e, milyen a lakóközösség, hol van, hőszigetelte az épület, cseréltek-e vezetékeket, tehát nagyon-nagyon sok mindentől függ. Ez a panelok is, de most úgy néz ki, hogy megálltak. Sőt, már csökkennek is az ingatlanárak. Ez nyilván következhet abból, hogy az emberek amúgy is itt a megtörtént sajnálatos események miatt, tehát ugye itt a nagyon drasztikus 4-5-szörös vagy még nagyobb arányú energia áremelések miatt ugye meggondolják azt, hogy mire költenek. No, de gondolom akkor ez meg kihat az eladásokra is, és kihat mindenre, hiszen a közgazdaság az egy ilyen összetett folyamatok láncolata, hogy minden befolyásol mindent. Így van, ugye az ingatlan árak valóban mentek föl, ezt tudjuk, ez bizonyított dolog. Na most mindenki azt gondolja, illetve sokan azt gondolják, hogy a 20 milliós ingatlana, mert megy föl az ingatlan, akkor 32-t ér, de nem tett hozzá semmit, nem fejlesztett, nem értéknövelt semmit, csak azért, mert ez a trend, hogy megy föl az ingatlan, akkor, és akkor ezt mint ingatlannal foglalkozó, nehéz ezt elmagyarázni a tulajdonnak, azt mondja, hogy a szomszéd is eladta ennyiért meg annyiért az ingatlanát, holott az egy teljesen felújított, korszerű, normális ingatlan volt. Mi a helyzet az újépítésű házakkal, mármint ugye a társasházakról van szó itt, mert ugye voltak olyan évek, amikor ezeket ugye elég gyakran láttuk a városban itt-ott, hol úgy, hogy egy korábbi építésű régi tömböt is akár, vagy épületeket bontottak le, és azok helyére kerültek az újak, hol úgy, hogy üres telkekre húztak föl ilyeneket. De hát azt gyanítom, hogy most ezek az építkezések szintén leálltak. Így van. Ugye két éve körülbelül iszonyú áremelés volt az építő anyagokat illetően. Mi is beleszaladtunk a fa, a műanyag, a vas, hát valami horribilis áron emelkedtek, sőt, hiány alakult ki nem egyszer, hogy nem volt bizonyos anyagból elég, nem beszélve a szakember hiányról. Régen az volt, hogy szinte tervrajzról el lehetett adni az ingatlanokat, megvetted a tervrajzról, mire kész volt, már 10%-kal többet ért, vagy 15-tel. Most ez a tendencia is megállt, bár most tavasszal szétnéztünk, és azért látni a Szigeti út környékén épülnek beruházás vagy kiadásra szánt ingatlanok. A Tesco, déli Tesco környékén ott látok új építésűeket, Magyar Üregű úton a Tolnai kert lakópark épül. Ez egy nagyon érdekes felállás, mert iszonyú korszerű technológiával, könnyű szerkezetes épület, AA pluszos besorolású és szinte nulla rezsivel. Jól is megy a rállás, nagyon gyorsan felépíthető, nagyon szeretik. Tehát most, mintha valami megmozdult volna a beruházásra szánt, vagy befektetésre szánt ingatlanoknál, azért azt is tudni kell, hogy a befektetési mutató sem olyan jól, mint régebben. Egyrészt ugye az állampapír, államkötvények felé terelik a pénzt, és ha befektetsz, lehet, hogy jobban jársz, mintha egy ingatlanba fektetsz, ami vagy ki van adva, vagy nincs kiadva, adózol utána, nem beszélve az amortizációról, amikor helyre kell állítani, javítani kell, tehát azért megállt egy kicsit itt is a fék. Talán az újépítésű társasházaknál, ami korábban előjött indokként, mármint hogy miért építenek ilyeneket, az volt ugye, hogy hát az egyetemisták, és hogy akkor pláne ugye a külföldi egyetemisták, meg az a cél, hogy minél több ilyen hallgatója legyen a Pécsi Tudományegyetemnek. No, de hát nyilván ennek is van azért van egy felső határa, szóval hogyha valaki mondjuk ilyen céllal vesz egy új lakást, hogy majd utána kiadja. Nyilván, ugye egyetemváros vagyunk, nem tudom,
4-5 ezer külföldi hallgatóval, rengeteg hallgatóval, a jó kiadásra váró ingatlan kevés pillanatnyilag. Azt gondolom, de erre appellálnak úgymond a befektetők, hogy azért, mert egyetem más, és akkor bármit ki lehet adni. Hát ez is előbb-utóbb véges lesz, meglátjuk. Ma a befektetés vagy a beruházás, vagy új építés ingatlan igen húzós. És ha már a fiatalok szóba kerültek, akkor az is gyakran elhangzik, és persze jogosan, hogy nehéz helyzetben vannak, mert hogyha nincs meg az a nagyon kedvező háttér, hogy a nagyszülőtől, szülőtől örökölnek, vagy kapnak egy lakást, hát akkor bizony akkor ez hitelfelvételt kell, hogy jelentsen, mert azért elég kevesen vannak abban a helyzetben, hogy 30-40-50 millió forint legyen a zsebükben egy új lakásért. Viszont ugye a hitelfelvételnek a feltétele is időközben mindig változnak, és hát nem biztos, hogy mindig a jó irányba. Hát ez a gazdasági környezet, ami most van, ez nagyon nem kedvez úgymond az ingatlan vásárlás, illetve a hitelfelvételre. Iszonyú magas az infláció, nagyon magasak a hitelkamatok. A régi, például a zöld hitel kimerült, már nem tudják a fiatalok ezt igénybe venni, úgyhogy igen, húzós és nehéz évek elé néznek a fiatalok a lakásvásárlást illetően. De felcsillant a remény. Igen, felcsillant a remény, mondván, hogy ugye most megváltozik a CSOK, azaz a családi otthonteremtési kedvezménynek a rendszere, elévén, hogy kivezetik majd a városi csokot, azért, hogy utána majd egy kicsivel később valami más konstrukció lépjen a helyébe, amiről eddig ugye keveset lehet tudni. Viszont növelik a falusi csoknak a keretét és a lehetőségeit, illetve a babaváró programot is. Tehát, hogy vannak azért ilyen mozgások, sőt, hát ilyen lépések, mert ugye ezek nem önmaguktól vannak. Ez hogyan hathat ki majd az ingatlan piacra? Mert hogyha most még fél éve van a városi csoknak, akkor az ember arra gondolna, hogy akkor minél többen igyekeznek majd kihasználni ezt a lehetőséget még utoljára. Nagyon jól látod, van felvétel az irodánkban, tehát így van. Én is azt gondolom, hogy avval, hogy beszűkült most van 5-6 hónapja az embereknek, hogy vásároljanak. Ugye van egy eladói réteg, aki most lépni akar, mert esetleg már kinézte magának az új ingatlant, tehát el kell adnia a régit, de addig nem tudja megvenni az újat, amíg el nem adta. Tehát valószínűleg engedni fog az árból azért, hogy meg tudja venni az új ingatlant, ezért én, illetve szakmabeli kollégákkal is beszélgettem, most fellendülést várunk az őszi időszakban, ettől a csok változástól. Most nem mélyedek bele a részletekbe, ugye nagy vonalakban azt jelenti, hogy 24. januártól a 5000 lélekszámnál nagyobb területekről megszűnik a csok gyakorlatilag. Külterületi birtokközpontra vagy tanyára vehető csak igénybe ez a dolog. Az 5000-nél kisebb lakosú falvaknál ott marad a csok, illetve a falusi csok is. A babaváró hitelnél is annyi módosulás van, hogy 1 millióval azt hiszem növelték az összeget, illetve a hölgyek korhatárát 41-ről levitték 30-ra, tehát 30 alattinak kell lenni. Ezt a jóisten nem tudja megmondani, hogy ez miért csinálták, hogy csinálták, biztos megvan a miértje. Tehát azt gondolom, hogy aki még vásárolni akar, az az idén tegye meg, mert hozzájut, ha megfelel a paramétereknek, hozzájut a csokhoz, a csok hitelt vehet fel, illetve nem beszél, marad az illeték kedvezmény is. Tehát illetékmentesen vásárolhat, ami egy 4%-os összeg lenne a későbbiekben, illetve 5 millióig az áfát is visszaigényelheti. Tehát mi mindenképp élénkülést várunk a piac átlévő időben. Ugye beszéltünk Pécsről, és még fogunk is, de talán érdekes lehet egy olyan kitekintés, és nem tudom, hogy erről van-e információd, és ha igen, akkor milyen, hogy
Azért vannak Pécs környékén olyan kis települések, amelyek önmagukban természetesen nagyon szépek és kedvesek, de sokan ugye úgy tekintenek rájuk, hogy onnan járnak be Pécsre dolgozni igazából, tehát valamilyen szempontból kicsit csúnyán úgy fogalmaznak, hogy ilyen alvó települések, tehát hogy mondjuk Pogány, Kozár, Mislány, és akkor még sorolhatnánk. Szóval, hogy mennyire jellemző az a korábbi tendencia, mert ilyen évek szintén voltak, amikor az emberek szívesen költöztek ugye ezekbe az övezetekbe, mert mégis még jobb a levegő, ugyan közel van Pécshez, de ez egy áthidalható távolság, akár minden nap többször is, hogy ez ügyben mi a helyzet? Ez is megvan, még nem rohamszerűen, tehát nem vándorolnak ki, gyúzik a sor Pogány fele, de nagyon népszerű. Pogány, Kozár, Mislány, Hosszúetény, tehát igen, nézd, csak ott is kezdődnek betelni már a falvak. Van olyan falu, ami már nem is fogad be idegent, mert úgy érzi, hogy elég volt és tele van. Nyilvánvaló az ember szeretne zöldbe menni, a Orfi például víz mellé, stb. Tehát megvannak az igények. Ez megy még ez a tendencia, de mondom, nem őrült fejjel, de azért működik. Mennyire természetesek ezek a folyamatok, és mennyire jellemzőek akár máshol is itt az ingatlanpiacon, és mennyire van lehetősége mondjuk egy önkormányzatnak, vagy bármilyen szervnek, intézménynek beavatkozni ebbe, tehát hogy mennyire tudja segíteni ezt a folyamatot, hogyha kell, vagy szóval miben hiszel igazán, hogy jó, ha a piac önszabályozó mechanizmusai érvényesülnek, vagy azért tud tenni mondjuk akár egy helyi önkormányzat is etére? Persze, hogy tud tenni. Egyrészt leszabályozó, hogy mennyien mehetnek be a faluba, vagy a másik az, hogy kedvezményesen, sőt ingyenesen ad esetleg telket az építkezéshez, és ezt a fiatalok szívesen veszik igénybe, mert most 10 kilométerre járok be Orfűről, vagy 15-ről akárhonnan, és kapok egy ingyen telket, vagy egy nagyon kedvező telket, meggondolandó. Egy kis, talán annyi országos kitekintést tehetünk, hogy korábban tartotta magát az a nézet, hogy ugye nagyon-nagyon sokan ugye Budapest fele mennek. Tehát ugye egyrészt a lehetőségek és egyéb körülmények miatt, ott ez rettenetesen felverte az árakat. De minthogyha ha ott is lassan kezdene tetőzni, azt mondják, tehát hogy már olyan hihetetlen szintű meg az árak, tehát hogy egészen döbbenetes szinteket súrolnak, és az meg már nem biztos, hogy találkozik a vásárlói lehetőségekkel. Így van, a Pest környéki települések és szinte telítettek, nagyon sokan mentek, hát Érd például szerintem már tele van, tehát ott már nagyon nehéz, volt irodánk Érden, de akkor még nem volt ez a nagy, ez 5 éve volt, akkor még nem volt ez a nagy kiköltözés, de nagyon népszerű Érd. Török Bálint, az a Pilisboros, igen, az agglomeráció környék. Hogyha beszéltünk azokról, akiknek lehet saját, és van saját ingatlanjuk, házuk, lakásuk, akkor egy kicsit néhány szót ejtsünk szerintem azokról is, akik albérletben élnek, mert ez is egy nagyon-nagyon fontos piac. Ebben milyen változások voltak az utóbbi évben? Tehát érződött-e az, hogy itt is a már említett események és folyamatok hatására megváltozott valami? Igen, mentek fel az ára, és mennek folyamatosan. Ugye sokan kényszerülnek, egyrészt mondjuk diákokról beszélünk, akiknek fontos, kevés a kollégium, stb. A másik pedig az olyan kényszer fiatal, aki az előbb említett nehézségek miatt most nem tud még ingatlant venni, az albérletbe kényszerül. És ezt bizony kihasználják a kiadók, és viszik fel az árakat. Nyilván itt is fontos, hogy milyen, hol van az albérlet, egyetem közeli, messzebb van, milyen a felszereltsége, felújított, nem felújított, milyen az energia háztartása, tehát hogy minimális a rezsivel üzemeltethető, vagy 100 éves hűtőszekrény, meg mit tudom én, mik vannak, amik viszi a pénzt. Tehát
ilyenek befolyásolják a dolgokat. Kertvárosban még lehet, azt mondom, még 100 alatt is egy másfél szobást kivenni, 100-150 köz, de itt a belvárosban 150 fölött, és a csillagos ég az 500 is láttam már. Az szép. 4 szobás, új építésük mondjuk az. Igen. A beszélgetésünk zárásaként egy fontos kérdés, és kicsit általánosabb, hogy ha megyünk a városban, akkor láthatunk különböző hirdetéseket, akár még portréfotóval is, és máshogyan is, hogy forduljunk XY ingatlanoshoz bizalommal. Ebből fakadt talán az a felvetés, hogy mi jellemző mostanában erre a szakmára, mert úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Felhigult a szakma, hozzáteszem. Felhigult, mindenki látta, hogy mikor megy az ingatlan ára, ezen lehet keresni, jól eladni, stb. Felhigult, körülbelül 10 000 ingatlanos van Magyarországon, tudomásom szerint. Most ez egy választó víz, tehát azért le fognak hullani, akik csak a pénzt látták benne, nincs meg a kellő szakmai tapasztalat, az elhivatottság, a szakma szeretet, az empátia, meg is még sorolhatnám. Nagyon sok kollégával találkoztam, amit szégyellek is, nem egyszer, hogy egy közös mutatás alkalmával azt mondja a konvektorra, hogy radiátor, vagy a hullámpalára az, hogy hullámcserép, tehát az ember csak les és néz, én építész végzettségű vagyok, tehát azért különösen figyelek erre. Ennek a szakmának a képzését is meg kéne reformálni, és akár kamarába összegyűjteni, vagy valami egyéb szervezetbe. Én tagja vagyok a Magyar Ingatlan Forgalmazók Országos Szövetségének, illetve etikus ingatlanos is vagyok, Baranyában 2-3-an vagyunk talán. Tehát meg kell adni a szakma mélységét, tudását és tiszteletét, amit nem mindenkinél látok. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és hogy beavattuk egy kicsit a nézőket a háttérbe, és érdekességeket elmondhattunk. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm. Egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!